visszafújt? Aha. Rá átmentek. És a labda érintésből odaadta az ellenfél kapusnak. Kamarázol? Ha? Feladom.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves szurkolókat itt az Ajkai Szolnájn oldalán. Itt vagyunk az NV3 nyugati csoport 15. fordulójában, és elnézést, hogy egy kissé megkésve, de megint egy kis technikai probléma adódott, és csak így tudtuk ezt az egészet megoldani, kicsit megkésve. Hát rögtön az első percben vezetést szerzett az Ajkai együttes a Dunaharaszti MTK ellen, amely a tabella utolsó helyét foglalja el jelenleg. Rendkívül sokan érkeztek ki erre a mérkőzésre, ennek a nagy hideg ellenére is, és közben pedig egy helyzet kialakulóban, 16-oson belül 5 méterről, ott a helyzet, 2-0! 2-0, alig megy a mérkőzés pár perce, pontosan 5 perce, és már 2-0-ra vezet az Ajka. Hihetetlen! A mérkőzést egyébként Derdák Marcell vezeti Szabó Péter és Bognár László segítségével. A gólszerző pedig Csizmadia Zoltán volt. Az első gólt pedig egyébként egy vendégjátékos szerezte, tehát öngól lett, róla pattant be. Ezt közvetítésünk során láthatják majd visszajátszásból. Tehát az Ajka egy igen előnyös pozícióban vághatott neki ennek a mérkőzésnek, ugyanis maga biztosan vezeti a bajnokságot. Jelenleg 10 ponttal a második előtt. A Dunaharaszti MTK pedig 16 csapatból jelenleg a 16. helyen áll. 2 győzelemmel, 5 döntetlennel és 7 verességgel, tehát 11 pontjuk van. És 15 gólt tudtak szerezni 15 forduló alatt, és 25-öt kapni eddig. Most már ez átíródik 27-re. Az Ajkai együttes egyébként pedig 14 mérkőzésből 12-szer tudott győzni, és emellett pedig 2 döntetlent játszott, tehát verességgel ebbe az idénybe még nem találkozta. Közben pedig egy Dunaharaszti megindulás, és egy Ajkai védekezés. A kezdőket nem sokkal a mérkőzés előtt tudották velünk. Ez pedig... Nem lehet, hogy a hideg miatt megszakadik. Jöhet bedobással az Ajkai együttes. Tehát az Ajkai kezdő az úgy fest, hogy Horváth Kendres Nagy, Horváth, Köles Csemer, Illés, Kovács, Izmadia, Major, Ákai. Még a Dunaharaszti MTK-nál Gatyál Ferenci, Hegedűs, Szalánszki, Bíró Farkas, Gacsal, Mendebaba, Dallos, Rétsági, Vitányi. Hát úgy játszogatnak a játékosok. Próbálják előre játszani a labdát, hogy átírják az eredményt 2-0-ról 3-0-ra. Gatyál pedig fog és dob is. Az Ajkát továbbra is Schindler Szabolcs irányítja, még a vendégeket a Dunaharaszti MTK-nak Kráner Péter az edzője, aki egyébként nagyon jó viszonyt ápol Schindler Szabolcs edzővel, jóban vannak nagyon. De erről ennyit. Csemernél a labda szélen. Bejátsza Horvátnak, Horváth pedig át a másik oldalra. Horváth vissza egy védőhöz. Csemer ismét. Kovács. Rossz ívelés, amiből talán indulhat a hetes bíró. Nem eladott labda, jöhetnek azaiak. Az utolsó 3 mérkőzés mind a két csapat számára igen sikeresen folyt le, de egy kicsit most megállok a sztorizásba, hiszen lövés és Major eltörte a labda ívét, kapura lövésből
bedobás lett. Dobhatnak az MTK-sok Dunaharasztról. Na tehát az utolsó három mérkőzés mindkét csapat számára igen érdekesen zajlott, hiszen az Ajka 3-ból 3 győzelem, tehát 9 pont és 9 rugott gól emellett, és nem is tudtak gólt kapni. Gondolom nem is próbálták. Még a Dunaharasztól pedig az utóbbi három meccsből mind a három vereséggel zajlott le. Egy gólt tudtak rugni, és 8-at kaptak. Az utolsót Vitányi Gergő rúgta, aki jelenleg kék mezbe a 88-as számmal futkározik. És külön érdekesség egyébként azt is elmondani, hogy nagyon régen kapott gólt a hazai csapat, a listavezető. Egész pontosan szeptember 30-án, amikor idegenben a Molvidi B csapat ellen játszottak a srácok, akkor kaptak egyet, tehát másfél hónapja, majdnem hogy kettő. És hazai pályán pedig még régebben, hiszen szeptember 2-án, tehát 76 napja kaptak gólt, akkor a Nagykanizsától, és nem is egyet, hanem kettőt, de azt a mérkőzést sikeresen vették a srácok, és 5-2-es végeredménnyel zárult. Na, jó 20 méter a kaputól, el is vesztettük a labdát. Próbálnak valamit kiokoskodni az ellenfelek. Fejjel hátra a horváthoz, így a legbiztosabb. Középpályánál tart már a labda, és egy nagyon szép megindulás, beindulás, lövés. Védő blokkolt, így hát szöglet következik. Nem? Nem következik szöglet? Elnézést, akkor én is rosszul láttam, meg a szurkolók is. Közben pedig rémisztő hangok itt a stadionban. A nagy hideg mellé most ez is párosult. Hát szerintem nem sokan számítottak ilyen kezdésre, hogy 5 perccel mérkőzés kezdete után már 2-0-ra vezet a hazai csapat. És a szurkolókra se lehet panasz, hiszen ez az utolsó hazai bajnoki mérkőzés ebben az évben, és rengetegen látogattak ki, és gondolom hallatszik háttérhangként, hogy nagyon biztatják a csapatukat. Nem sikerült ott hagyni az ellenfelet. Kapusnak kellett jönnie menteni. Ezzel egyébként az Ajka már a bajnokságban 48 gólt rugott 15 mérkőzés alatt, hogyha ezt is beleszámoljuk akkor. És csak 7-et kaptak, és 48-at rúgtak, ez nagyon, nagyon jó statisztika. Egyébként a mérkőzés előtt pedig az Ajkai vezetőedző Schindler Szabolcsot megkérdeztem, hogy mire számít a mérkőzésen, és ő pedig azt mondta, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen a tabella most nagyon kevert. Egy-két ponton rengeteg hely múlik. Tehát nehéz mérkőzésre számítanak. Egyelőre pedig nem néz ki annyira nehéznek ez a meccs. Negyed órája megy, és továbbra is 2-0-ra vezet a hazai csapat. És egy gyönyörű ívelés. Nagyon szépen ott hagyják az ellenfelüket, egy esernyőcsel, beadás. Csemernél a labda. Azaz. Szabad rugás. Egy jó 20-25 méterről. A Dunaharaszti MTK egyébként pedig október 28-án tudott utoljára gólt szerezni.
Ménfőcsanak ellen. Na nézzük. Kapus irányítja a sorfalat. Mindenki várja a gólt. És ott van! 3-0! Szinte a szurkolók ezt megérezték. Csak az ajka zúg ezerrel. 3-0, 15-16 perccel a mérkőzés kezdete után. Kovács Gergő szerezt egyébként a gólt, és Kovács Gergő pedig nem az első gólját jegyzi a Dunaharaszti MTK ellen. Tehát már régebben is, amikor találkoztak a csapatok egymással, akkor már Kovács Gergő, úgy emlékszem, hogy szerzett találatot. Dunaharasztiak most nem tudtak helyzetet kidolgozni. És visszanézve, igen, tehát a legutóbbi találkozójuk során az idei évben június 3-án találkoztak, és Kovács szerezte akkor az első gólt Dunaharaszti MTK ellen a mérkőzés elején. A mérkőzés vége pedig 4-0 lett. Kovács, Major és kétszer pedig Horváth talált be. Veszélytelen a szöglet. Visszafejelés úgy szintén Horváth. Gyorsan ki akarja rúgni. Játékvezető vissza fújja. Egyébként ott lehet a negyedik. És Zuga Riaria Hungária, ez a legsportszerűbb drukkolás most. Vajon ott lesz a negyedik még most? Nem jó, elhagytuk. Nagyon neccesen kerül egyik ajkai játékostól a másikig. Megpróbálják a védők följátszani. Csemernél a labda. Csemer tovább játsza. Már 16-os környékén az ajkai csapat. Belül is volt, csak kicsit kisodródott. Horváth Péter a labda mögött. Horváth vissza a védőhöz. Azaz a csapatkapitány az Pálkainál volt. Pálkai tovább. Egy az egyben megverik az ellenfelünket, és pontatlan beadás követően egy pontatlan kirúgás következik. De a lényeg, hogy még mindig nálunk van a labda. Na tehát 4-0-ás ajkai siker előtt még találkozott egymással a Dunaharaszti MTK az ajkával. Akkor mi ajkaiak idegenbe mentünk oda, és sajnos 1-1-jel tudtuk befejezni azt a mérkőzést. Sajnos, nem sajnos. Azon a mérkőzésen pedig Major Norbert tudott egyenlíteni a 80. percben, és egy viszonylag kemény játékot játszott akkor a Dunaharaszti MTK, hiszen három sárgalapot szedett össze, még az ajkaiak csak egyet. És a másik érdekesség, hogy a legutóbbi mérkőzésen, tehát a 4-0-áson egy lap se került kiosztásra. Talán azért, mert egy jó szívű játékvezető vezette a mérkőzést Somogyi Sára személyében. Szabálytalanság. Szabad rúgás. Nézzük.
behullik a negyedik találat is. A mérkőzés 21. percében. Szurkolók azt várják. Ó, hallatszik! Nem hullott még be, de egy szöglettel még behullhat. A Dunaharaszti MTK egyébként 1920-ban alakult meg, tehát 3 évvel korábban, mint az ajkai futballcsapat. Idén ünneplik 98. életévüket, vagy életévét a csapat. A Dunaharaszti Munkás Testedzőkör, mert hivatalosan ez a neve. Na, szöglet. Lövés. Pontatlan. Nem baj, jár a taps. A legközelebbi összejön. És egyébként a mérkőzés pedig Olá eltiltás miatt kihagyja az utolsó hazait, hazai bajnokit. Kapus kirúgás. És talán egy eladott labda. És az szerintem semmi nem volt. Kapus csak úgy kidőlt. Visszanéztük, tényleg nem volt semmi. Horvát tovább. És a kék hetes számára még nem érkezett az első sárga lap, csak figyelmeztette a bíró. Egész pontosan bíró. Bírót. A Dunaharaszti MTK-nek egyébként különösebben nagyobb sikere még nem volt. Pest megyei első osztályt nyertek egy alkalommal, hát azért is szerepelhetnek itt most az NB3-ban, és a Pest megyei szuperkupát pedig kétszer sikerült elhódítaniuk. Ezen kívül más nem írható a nevük mellé. Bedobás következik. Szépen hátra. Kovács tovább. Bákai még tovább. És Csemer nagyon jól átveszi a labdát. Csemer beadja. Nincs ott a negyedik. Pedig már nagyon várták, és egy elegáns mozdulattal Kovács hátra. Nagyon letáborozott a hazai csapata a vendégek kapuja előtt. Ennek az eredménye az, hogy 3-szor már meg is zördült a háló. Horvát. Tökéletesen észreveszi az emberét, és a kapus is résen volt. Nagyon jó észrevétel volt. Hátul a védőknél. Csemer. Tovább, tovább, tovább. Egyébként pedig meglepő az is, hogy még ide utaztam abba a másfél órába.
alig voltak emberek az utcán, tehát környező városokban szintén. A hideg miatt inkább bezárkóztak, de erre a mérkőzésre iszonyatosan sokan kíváncsiak. Hát nem csak erre, de itt Ajkán szinte az összesre. Próbálják gyorsan letámadni. A vendégeket sikerült is, és ennek eredménye pedig az, hogy labdát szereztünk. Tizenhatoson belül lest jelzett, kész jelzett. Ilyen messziről sajnos nem látom elsőre. Én csak visszajátszásból tudok többnyire tájékozódni. Húha! Nagyon-nagyon keményen játszanak a hazaiak. Ezért szereznek szinte minden percben minimum egy labdát. Három nulla az állás, de mégis úgy küzdenek az aljak, mint hogyha 0-0 lenne. Vagy hogyha hátrányban lennének, le a kalappal. Csemer. Labdaszerzés, kis dekázgatást is láthattunk Horváttól. Csemer lerántására nem szóltak semmit se. Pedig Csemert nem könnyű lerántani. És 16-osan belül... Szöglet következik, mutatja az asszisztens is. Legutóbb az Ajkai együttes a harmadik kerület ellen ment egy játékra. 2-0-ás siker született. Sajnos nem volt lehetőségem megnézni ezt a mérkőzést Budapesten, pedig én is ott tartózkodtam, de elmondások alapján egy nagyon, nagyon jó meccs volt. Az első 15 percben kicsit nehezen indult a játék, de aztán belejöttek a srácok, és magabiztosan hozták haza a 3 pontot. Csemer. És az is egyébként érdekes, hogy Csemer védőt is játszik a mai meccsen. Nem sikerül a labdaszerzés. De szöglet. Cseréket egyébként nem ismertettem. Hazai oldalon Balog, Molnár, Kalász, Pavlicki, Nagy, Erdei. Vendégeknél Kovács, Dániel, Vasvári, Mészáros, Rebecsák és Kovács, Gergely. Na, várják a negyediket a szurkolók. Csak várták. Nem jött össze. Ja. Jó. Kapus kirúgás, Gatyel. És zúga, harcoljatok! Egyébként ez kicsit érdekes, hiszen 3-0-ra vezet a csapat. De persze attól még küzdenek, hajtanak, ez nem kérdés. Csömer.
Kovács. Pákai. Kovács. Hátul lejátszogatnak, kicsit leült a játék. Ajjajajajaj, de megvan szerezve, nincsen megszerezve a labda. De utólag így most meglett. És az egy nagyon jó indítás. Nincs les, de van les. Kicsit elgondolkodott a partjelző, hogy ezt most beintse vagy ne. Különböző motiváló bekiabálások vannak, mint például ne félsd, a lábad van csere. Kifejezetten tetszik ez a mentalitás. Dobnak a vendégek. Hatossal Szalánszky. Előre futott egy 10-15 méter, de így se tudta olyan messzire dobni most. Úgyhogy inkább a 88-as Vityányi próbálkozik, aki már szerzett találatot korábban az a csapat ellen. Egyébként december 5-én lesz a magyar kupa meccs, miközben gyönyörűen védekeztünk. És egy kontrát próbálnak vezetni a srácok, amit nem sikerült, és ott egy kéz volt. Mindegy akkor. Tehát december 5-én játszik az Ajka itt hazaiba magyar kupa meccset. Az MTK ellen, de nem a Dunaharaszti, hanem a rendes MTK budapesti csapat ellen. Úgyhogy az lesz az idei év utolsó mérkőzése az FC Ajka számára itt hazai pályán, meg amúgy is. Reméljük, hogy az is így fog kezdődni, hogyha már MTK, MTK. Mindegy, hogy Dunaharaszti vagy Budapest, fessen így, és legyen is így az eredmény. Beadás pontatlan, kicsi bizarr megoldás a Dunaharaszti védőjétől. Ez is érdekes volt. Az egyik védő futott egyedül, és összebotlott, elesett. 16-oson a srácok, nem sikerült átjátszani. Megszerzik a labdát, de nem tudnak mit kezdeni vele a vendégek. Ez az eredményből is leszűrődik. Zúg a hajrá, Ajka. Gondolom, önök is hallják. Én is hallom, mindenki hallja. Les. Az asszisztens jelzett. Ez már a negyedik, vagy az ötödik. Les. Azért tud valamit a védelem. Hogyha az eredmény alapján nem is úgy néz ki éppenséggel. Nézzük, mit tudnak kezdeni vele most, mármint a labdával a hazaiak. Én a helyükbe azért még többet futnék. Persze azért, mert én fázok, ők nem biztos. Gyönyörűen higgadtan hozzák ki a labdát. Védelemre nem lehet panasz. Harcosan, motiváltan kezdtek nagyon. Negyed óra alatt 3-0. Ez még gombócból is azt mondom, hogy sok ennyi idő alatt.
bíró fúj, mármint a sípjába, gyorsan elvégzik a vendégek a szabadot, és megindítják csapattársukat, ám de sikertelenül, mert nagyon összezár az ajkai védelem. A híres, nevezetes ajkai védelem, amely 15 meccsen csupán 7 gólt kapott. NV1-be is megirigylik ezt a teljesítményt. És szabadrugás. Nagyot rúgták föl, nagyot üvöltött utána. És több néző egyébként felkiáltott, hogy Gyula, hiszen hogyha szabadrugás van, akkor mindenki sem erre gondol. Nézzük. Csemer nem vállalja el. Horvát és Nagy van a labda mögött. Csemer úgy döntött, hogy ő ezt most nem szeretné elvégezni. Vagyis nem, ez a szög nem ideális a lábára. Na nézzük. Én azt mondom, hogy lássunk egy bombagolt. Mindenki várja, a szurkolók is. Nagy lő! Éppen hogy csak. Kapufa. Én úgy láttam, hogy a kapus talán beleír, vagy följebb tolja, de nem, ez szerint csak tényleg simán felső léc volt. És ilyen nem ért bele a kapus, azért nem jöhetünk szöglettel. Nagy lövés voltam, de gólt nem jegyezhetünk Nagy neve mellé. Az eddigi legnagyobb kirúgása a Dunaharaszti Gatyelnek, vagy Gatyelnak. Ragozással problémáim adódhatnak nek. Nyilván nem. De Gatyának az eddigi leghosszabb kirúgása az most volt, és a fél pályáig sem ment el. Talán a hideg miatt. Fejjel haza. Csemer, Kovács, Csemer. Tovább, Horvát, Les. Azért megért, de leutaztam, azért megír. Jól működik a védelem néha-néha. Perc, ha jól látom, Ajka, Dunaharaszti MTK 3-0. Egy igen erős kezdés után egy kisebb fajta lazulás, visszaesés, de azért küzdenek a srácok. És a vendégek is összeszedték magukat, mert az a védelem, mint kés a vajon, úgy mentek át az ajkaiak. Rajtuk, pontatlan labda. Nagyon agresszíven játszunk, kell is. Ki kell szolgálni az utolsó hazai bajnokin a nézőket, szurkolókat, drukkereket, mindenkit. Nézzük, tudnak-e helyzetet kialakítani? Egyébként az volt a, hát mondhatni, legkomolyabb helyzet, amikor a játékvezető jelezte, hogy elkezdődhet a mérkőzés. Egy hátrapaszt történt a vendégektől, és fél pályáról valaki beívelte Horvát kezébe a labdát. 16-oson belül Major beadja, 4-0! Erről van szó! Gyönyörű játék!
Húha! Hát mi lesz itt? Kedves nézők! Nagy Krisztián szerzett gólt. Gyönyörűen érkezett. Major is gyönyörűen meglátta. Nulla. Hát, hogyha az a párles nem lett volna, akkor talán 8-0 lenne. Ki tudja, lehet, a mai nap meg lesz az NB3 nyugati fordulójának a legnagyobb gólkülönbségű találkozója. Most pontos gólszámot nem tudok mondani, mert nem készültem egyébként is egy ilyen gólzáporos meccsre, de talán az ajkai meccs a legelső az 7-1 volt, talán az így a legtöbb gólos meccs, de nem vennék rá mérget, ha hibázok, elnézést. Na nézzük, 10 percenként kap egyet a vendégcsapat. És sportszerűtlen játék, figyelmezteti játékvezető úr a vendéghetest. Nem láttam pontosan, hogy kinek próbál vagánykodni, de 4-0-nál én nem tenném ezt. Meg, ahogy elnézem, 60 kilóval se. Na nézzük! Egyébként pedig, kedves nézők számára megmutatjuk a vendégszektort. Látjuk, hogy pár fanatikus elkísérte láthatatlan köpenybe a játékosait, vagyis inkább a játékosokat. Pedig már voltak itt olyan csapatok, akik sokkal messzebbről jöttek, és egy nagyobb szurkolótáborral rendelkeztek. Egész pontosan, hogyha nevesíteni kéne, akkor az egyik legaktívabb szurkolótábora a Nagy Kanizsának volt. Sokan érkeztek is ki, drukkoltak is a csapatnak, hiszen akkor nagyon jól állt, akkor harmadikak voltak, most már nem szerepelnek olyan jól. Csemer. Közben pedig próbálok a technikáról tájékozódni az előző kijelentésem kapcsán. De a hideg nem csak engem fagyasztott le, de elektronikus készülékemet is. Szöglet, Csemer. És látom, hogy már egész komolyan melegítenek. Oj, de nagy védés volt! Pedig nem nézett ki ilyen nagy helyzetnek, de mégis az lett belőle. Még egy szöglet következik. Tehát a Dunaharaszti MTK játékosai már az első fél időben nekiállnak melegíteni. Nem is értem miért. Ja, mert hideg van, igen, szólnak itt nekem oldalról, nyilván. Nagy lövés! Elment a kapu mellett.
De egyébként kezdem megérteni ezt az eredményt, így az időjárásnak is tudhatjuk be szerintem. Hiszen úgy néz ki, hogy az MTK játékosai szeretnének kapni egy zakót. De hát, a második félidőben folytathatják. Az első félidő történései röviden. 15 perc alatt 3-0-ra vezetett az ajkai csapat, majd Major gyönyörűen passzolta le Nagy Krisztiánnak, és ezáltal 4-0-val vonulhatnak pihenőre a játékosok. Hamarosan visszatérünk mi is a második félidővel, reméljük hasonló, érdekes, vicces és jó momentumok lesznek még az elkövetkezendő 45 percben, tehát maradjanak velünk. Csemer nem vállalja el. Horvát és Nagy van a labda mögött. Csemer úgy döntött, hogy ő ezt most nem szeretné elvégezni. Vagyis nem, ez a szög nem ideális a lábára. Na nézzük. Én azt mondom, hogy lássunk egy bombagolt. Mindenki várja, a szurkolók is. Nagy lő! Éppen hogy csak. Kapufa. Én úgy láttam, hogy a kapus talán beleér, vagy följebb tolja, de nem, ez szerint csak tényleg simán felső léc volt. És ilyen nem ért bele a kapus, azért nem jöhetünk szöglettel. Nagy lövés voltam, de gólt nem jegyezhetünk Nagy neve mellé. Az eddigi legnagyobb kirúgása a Dunaharaszti Gatyelnek, vagy Gatyelnak. Ragozással problémáim adódhatnak nek. Nyilván nem. De Gatyelnek az eddigi leghosszabb kirúgása az most volt, és a félpályáig sem ment el. Talán a hideg miatt. Fejjel haza. Csemer, Kovács, Csemer. Tovább, Horvát, Les. Azért megérte leutaztam, azért megéri. Jól működik a védelem néha-néha. A 36. perc, ha jól látom, Ajka, Dunaharaszti MTK 3-0. Egy igen erős kezdés után egy kisebb fajta lazulás, visszaesés, de azért küzdenek a srácok. És a vendégek is összeszedték magukat, mert az a védelem, mind kés a vajon, úgy mentek át az ajkaiak. Rajtuk, pontatlan labda. Nagyon agresszíven játszunk, kell is. Ki kell szolgálni az utolsó hazai bajnokin a nézőket, szurkolókat, drukkereket, mindenkit. Nézzük, tudnak-e helyzetet kialakítani? Egyébként az volt a, hát mondhatni, legkomolyabb helyzet, amikor a játékvezető jelezte, hogy elkezdődhet a mérkőzés. Egy hátrapaszt történt a vendégektől, és félpályáról valaki beívelte Horváth kezébe a labdát. 16-oson belül Major beadja, 4-0! Erről van szó! Gyönyörű játék! Húha!
Hát mi lesz itt? Kedves nézők! Nagy Krisztián szerzett gólt. Gyönyörűen érkezett. Major is gyönyörűen meglátta. Nulla. Hát, hogyha az a párles nem lett volna, akkor talán 8-0 lenne. Ki tudja, lehet, a mai nap meg lesz az NB3 nyugati fordulójának a legnagyobb gólkülönbségű találkozója. Most pontos gólszámot nem tudok mondani, mert nem készültem egyébként én is egy ilyen gólzáporos meccsre, de talán a ajkai meccs a legelső az 7-1 volt, talán az így a legtöbb gólos meccs, de nem vennék rá mérget, ha hibázok, elnézést. Na nézzük, 10 percenként kap egyet a vendégcsapat. És sportszerűtlen játék, figyelmezteti játékvezető úr a vendéghetest. Nem láttam pontosan, hogy kinek próbál vagánykodni, de 4-0-nál én nem tenném ezt. Meg, ahogy elnézem, 60 kilóval se. Na nézzük! Egyébként pedig, kedves nézők számára megmutatjuk a vendégszektort. Látjuk, hogy pár fanatikus elkísérte láthatatlan köpenybe a játékosait, vagyis inkább a játékosokat. Pedig már voltak itt olyan csapatok, akik sokkal messzebbről jöttek, és egy nagyobb szurkolótáborral rendelkeztek. Egész pontosan, hogyha nevesíteni kéne, akkor az egyik legaktívabb szurkolótábora a Nagy Kanizsának volt. Sokan érkeztek is ki, drukkoltak is a csapatnak, hiszen akkor nagyon jól állt, akkor harmadikak voltak, most már nem szerepelnek olyan jól. Csemer. Közben pedig próbálok a technikáról tájékozódni az előző kijelentésem kapcsán. De a hideg nem csak engem fagyasztott le, de elektronikus készülékemet is. Szöglet, Csemer. És látom, hogy már egész komolyan melegítenek. Oly, de nagy védés volt! Pedig nem nézett ki ilyen nagy helyzetnek, de mégis az lett belőle. Még egy szöglet következik. Tehát a Dunaharaszti MTK játékosai már az első fél időben nekiállnak melegíteni. Nem is értem miért. Ja, mert hideg van, igen, szólnak itt nekem oldalról, nyilván. Nagy lövés! Elment a kapu mellett. De egyébként kezdem megérteni ezt az eredményt így a
az időjárásnak is tudhatjuk be szerintem. Hiszen úgy néz ki, hogy az MTK játékosai is szeretnének kapni egy zakót. De hát a második félidőben folytathatják. Az első félidő történései röviden. 15 perc alatt 3-0-ra vezetett az ajkai csapat, majd Major gyönyörűen passzolta le Nagy Krisztiánnak, és ezáltal 4-0-val vonulhatnak pihenőre a játékosok. Hamarosan visszatérünk mi is a második félidővel, reméljük hasonló, érdekes, vicces és jó momentumok lesznek még az elkövetkezendő 45 percben, tehát maradjanak velünk. Másodpercre pontosan. A vendégjátékosok egyébként a 15 perces pihenőnek a 10. percében kijöttek egy kicsit beszélgetni a gyepre. Aztán megérkeztek rá 2-3 perccel a hazai játékosok. Majd pedig a játék vezető és segédjei. Első fél időben nagyon simán túlszárnyalt ellenfelét az ajka, nem hiába mutat az eredményjelző jelenleg 4-0-át. Sokan poénkodtak vele, többek között én is, hogy biztos azért van 4-0, mert hideg van, és az MTK szeretne kapni egy zakót. De foglalkozunk most kicsit a második félidő történéseivel, ugyanis folyik egy meccs. És ez az a meccs. Nézzük, labdaszerzés tökéletes, ütemváltás is jó volt, jól vesszük észre a csapattársat, meg is tudjuk tartani a labdát, 16-oson belül járunk, nem tudtuk beadni egy csapattársnak, és egy luft, aztán pedig kontrázni próbál az MTK. Nem sikerült nekik. Majdnem jó volt a becsúszás, és az ajkai védőknél kötött ki a labda. Nézzük meg, mit tudnak most kezdeni, és szurkolói bekiabálások, hogy 5. vágány lassan érik. Köres. Kifele szabad rúgás. Meglepő ítélet, de nem vitatkozni vele. Jöhet is a Dunaharaszti. El is végzik gyorsan, sarokkal tovább. Az ellenfélnek így kell. Köles. És egy nagyon jó megindítás. 16-os környékén járunk már, és visszaszerezte a labdát. Visszaszerezte a labdát a Dunaharaszti MTK csapata, és tovább is vitte. És figyelmeztetés, majd a játék vezető mutatja, hogy jöhet a csere a vendégeknél. 9-15, ha jól látom. Mészáros jön be, és 15-ös nincs is. 5-ös Hegedűs Ádám helyett jön. 13-as Kovács Gergely, hát akkor Mészáros még várhat a sorsára. Mármint a játékos. Hiszen az ő nevét mondtam. Úgy láttam, hogy 9-es messzámú érkezik be, de mégse. Közben pedig próbálunk egy támadást levezetni. 16-ostól nem messze, és erősen voltak a vendégek. És egy eladott labda.
ismét az ajkaiak törhetnek előre ezen a szép szombati napon, amely azért eléggé hideg is. Szöglet következik. Elnézést a felugró ablakért a jobb felső sarokban, miközben várjuk az ötödik találatot. Várhattuk. Nem jött össze. És elnézést a jobb felugró ablakért, nem tudjuk a kollégával ezt úgy most megcsinálni. Próbálkozgatunk. Ezért mégiscsak jelezzük a kedves nézők számára, hogy mennyi idő telt el, még mennyi maradt. Hatalmas ugrás. Hoho, Keles mekkora harcot vívott. A 2-11-es. És Keles pedig oda nyúlt. Derdák Marcell nevét most sokan kiejtik. Nézzük. Kölles, nagyon szép megindítás, ott lehet az 5-0, kapus véd. Hihetetlen, majdnem. Majdnem ott feküdt a labda a hálóba, de még mindig van esély arra, hogy növeljük az előnyt, és nagyobb legyen a differencia ezáltal. Még nem tudjuk, hogy ki fogja elvégezni a szögletet, mert nem nagyon vonulnak, vagy nem nagyon vonul oda az elvégzendő játékos. És most így van. Játékos is, a labda is a szögletzászlónál következhet egy újabb esély. Nagyon várják a szurkolók, beadás! És kifele. Most a nézők nincsenek megelégedve Derdák Marcell játékvezetővel, mint hogyha egy teljesen más meccset kezdett el folyni így a második félidőben. Az első félidőben pedig nem volt rá panasz. És ha megfigyeljük a játékot, egész nagy próbált most beszélni a partjelzővel, nem jött össze, és így van, és most önök is hamarosan egy rendes órát láthatnak, hogy még mennyi maradt hátra. Jók vagyunk? Gyerünk, le kell támadni, srácok, vagy hibára kell kényszeríteni a játékosokat. Erről van szó, 20 méter, rá kellett volna vállalni. Mert igen, mert ez lesz, elvesztettük sajnos. És a semleges szurkolók megint elkezdenek üvölteni, ria-ria Hungária. Ennél szebb rigmus nincs. Próbálkozgatnak hazaiak áttörni a vendégvédelmen. A második fél időben nem is került úgy. Tehát itt járunk az 53. negyedik percben. És tehát 8 perc telt el a mérkőzésből, a második fél időből. Az első fél idő során pedig 8 perc alatt már 2-0-ra is vezettünk. Hú, de gyönyörű és elegáns emelés. És nem megy. Hátra Horvátnak. Schindler mester még nem küldt el edzeni a tanítványait. Csak Kroner Péter. Vagyis melegíteni.
hogyha ez így nem tetszik a kedves nézőknek, kinek mi. Fejelés. Most igen, csak bizonytalan az utóbbi percekben a labda sorsa. Na ez gyönyörű játék volt. Nagy, beadja, és kapufa! Mekkora helyzet volt, te jó ég! Sokan mondták, hogy talán bentről pattant ki, de hát ezt nem tudjuk meg. Hú, nincs beállítva. De mindegy. Nem tudom, valami neki lenni. Majd ott van visszanézni. Többen pedig videóbíróért kiáltanak. Na nézzük. Az ajkai védők hova rázsolják a labdát most. Legtöbb szurkoló úgy akarná, hogy a vendég kapujába. Nagy. Őt ítélte a bíró szabálytalannak. Dallos tovább. Szöglet, tehát megteheti az első lépést a vendégcsapat a fele, hogy ne legyen egy kínosan nagy vereség, dolgozhat le a hátrányából. És hazai szurkolók azért kicsit kisegítik a vendégeket, akiket nem nagyon kísértek. Ki? Sok a hiba most a második fél időben. Mindkét oldalon. Erről van szó. Nagyon nagy passz. És nagy. Nagynak ez be kell rúgni a nagynak. Nem nagynak. És kihagytuk. Hogyan? Hát nem csak nézni kell, vele kell rúgni. Húha, majdnem 5-0, de nem, marad a 4, de egy szöglettel. Veszélytelen szöglet, de még nem múlt el a veszély. És a játékvezető pedig szabálytalanságot vélt felfedezni. Ennek köszönhetően kirúgás következik Gatyán jó voltából. És egy csere is. Bárcsak látnám ilyen messziről a táblát. Bárcsak. Vagyis láttam volna, mert már vissza is vitték. Vagyis nem, mert cserélt a Vitányi helyet, bejött Mészáros Dániel, akit előbb mondtam, és az ajkai oldalon pedig Csizmadia jön le, aki ma gólt szerzett, tehát jár neki a taps mindenféleképpen, nagyot futott, és jön Molnár Tibor kettes messzámmal a hátán. Schindler úr pedig végrehajtotta az első cseréjét. Még a vendégeknél már kettő is volt. Kis birkózó világbajnokságra utaló jelek. Itt volt egy olyan jó 130-40 kilométerről. Lehet a játékosok kilátogattak rá, és megmutatták egymásnak, hogy mit tanultak. Viccet félretéve jön az MTK. Dunaharaszti csapata támad fölfele, de
Az ajkai védelem nagyon összezár, és próbálnak megindulni. Nagy számára nem jött túl kényelmesen a labda, ezért le is maradt egy ütemmel. Fölpörgetés, hibázás. De még nálunk a labda, egy távoli lövés. Jó távolra repült el a kaputól. És zúg, megint a harcoljatok. Egyébként tényleg harcolni kell, ugyanis a mérkőzés addig tart, amíg a játék. Amíg a játékvezető le nem fújja, és most egy egész vicces szituációt láthatunk tőle. Kicsit besegített az ajkaiaknak. De gondolom, hogy azt nem vette észre, hogy akadályozta a vendégjátékos és a labda közötti utat, úgyhogy inkább a vendégjátékos nem ment oda megmenteni a labdát. De hát, ez van. Megint egy eladott labda, második fél időre ez nagyon jellemző. Egyébként a mérkőzésről 250-en, 200-an érkeztek ki. És megint egy eladott labda, de egy visszaszerzett is. Nem, senki nem tudja, hogy mit, hogyan és mit akar. Hajrá, fiúk! Na, nézzük. Higgadtan, nyugodtan védők vissza a horváthoz. Csak nem. Na, már nem kaptunk gólt. Ott vannak. Tehát az ajkai védők hozhatják föl. Fél óra maradt a mérkőzésből. Szűk fél óra. Hát azt innen hallottam, hogy az mekkora talpolás volt. Fúha. A hideg is kirázott. És gyorsan nem lehetett elvégezni a szabadot. Hátra a védőkhöz szabadot nem akarták nagyon kapura. Kapura játszani. És bedobás vendégeké. Talán ma még el is végzik a vendégek. Így is van, amint mondom, már hajlik a kar. A labda pedig az útján van. És egy letámadás nem sikerült most. Hazaiaknál a labda. Kicsit leült a meccs. Hát nem ezt vártuk a második fél időre. Hátul játszogatnak. És bedobás, jön az ajka.
zúga mindent bele. És megint egy helyzet kimaradatlanul marad, vagy inkább kihasználatlanul sajnos. Nagyon élvezetes itt ülni, és még a szurkolókra is odafigyelni, hallgatni őket. Hát úgy játszogatnak a védők. Most inkább a második félidőben engem a szurkolók szórakoztatnak, nem pedig a játék. Előre próbálják a vendégek juttatni a labdát, de ez se sikerül. És na, 16-oson belül járunk, elcsúsztunk. Szerezzük vissza, lőjünk még egy 5-6 gólt. Vagy inkább ne kapjunk les. Hiába oldalháló, bár mondjuk az nem ér semmit. Megy a statisztikába, de nem gól szám alatt. És egy újabb csere, 5-ös le, 14-es fel. Tehát kenderes jön le, és nagy Erik érkezik be. Jár a taps úgy szintén itt is. Ajkai védőknél. Ide-oda. Nem akarják a vendégek letámadni az ajakat, mert tudják, hogyha kinyílnak, akkor végük van, és érdekes megfigyelni azt is, hogy 5 védővel állnak az MTK-sok, 4 középpályással és 1 csatárral. Tehát itt úgy döntöttek, hogy itt beállnak inkább teljes mértékben a védekezésre. A lehetőség, 16-oson belül járunk, de egész szépen kihoztuk, és nagyon gyorsan is. Talán egy távoli lövés, nem, de most nem. Talán veszélyes játék. A macska rúgja meg. Hogy nincs meg az az 5. Letámadás, és jelzi az asszisztens, hogy jöhetnek a vendégek touchról. Fejjel haza Horvátnak, de Horváthoz nem gurult a 16-oson belülre, neki kellett kifutnia és kirúgnia. Ültnek, hogy tempó. Szép nagy fetrengést láthattunk egy vendégtől. Na nézzük. Már csak 20 perc maradt hátra a mérkőzésből, és továbbra is magabiztosan vezetünk, bár a második félidő játék az
a nézők számára. A második félidő számára, vagy a második félidő a szurkolók számára nem épp kielégítő, de az első félidőben kiarcolták azt a 4 gólt, ami miatt ezt most elnézik, ha szabad így mondani. Szép nagy lövés, fölfele ment, vagy 50 métert, előre meg csak 2-3-at. Távoli lövés, ott állsz! Uha! Te jó ég! Hát én ezt már beláttam. Uha! Hát ez körülbelül olyan találat lett volna, mint egy-két fordulóval ezelőtt, ha jól emlékszem, a Ferencváros kapta azt. Dibusz kinn állt a kapu előtt, és egy 60 méterről rápöccintette talán a Puskás Akadémia egyik játékosa, hogyha rosszul mondom, akkor elnézés, de én úgy emlékszem. És 16-os! Miért nem lőjük rá? Hát ez hihetetlen, de rengeteg a hiba. Hihetetlen. És most itt mint fel is szurkolnak. 10-9. Jól láttam a ez szám, ugyanis sere lesz. 10-9. Az azt jelenti, hogy Pavlicki jön be, és Horváth Péter megy le. És zúg a Horváth Peti. Köszönjük nekik a szurkolók ezt a csodás játékot. Na de igen, csak visszaesett itt az első fél időről a színvonal, vagyis nem is a színvonal, hanem az akció, az izgalom. Bár mondjuk itt a második fél időben volt egy óriási kapufa, amiről talán be is pattant gólvonal mögé, de ezt majd később gól összefoglalókor meg tudjuk mutatni. Lövés mellé, nem baj, szép volt. Jár érte a taps. Hát tőlem. Nézzük. Gatyel rúgja ki a labdát hamarosan. És a félpályánál megszerezzük a labdát, de el is vesztjük. És letámadás lesz eredménye. Úgy néz ki, hogy nem egyenlőre. Az első fél időben, ami összejött, tehát zicserek tekintetében, a második fél időben annyira nem, és talán gólt fog szerezni most a Dunaraszti MTK. Nem! Bedobás vagy szöglet? Hol fog kigurulni a labda? Bedobás! Egyébként egészen besötétedett a világításra, itt már abszolút szükség van. Most. Szóla csak az ajka. A vendégjátékos nagyon neki fut, nagy bedobás. A címzett pedig téves volt. Bedobás. Ismét persze. Bedobás nem sikerült ismét. Bedobás. Kimaradatlanul maradt a helyzete a vendégeknek. És nagyon szépen
Nagyon szépen megszereztük a labdát, ketten pedig összezárnak, de nem tudják földre vinni a játékost. És egy dunaharaszti játékos a földön, vagy talán a salakon fekszik félig meddig. Földön. Reméljük még idén rendbe jön. Aztán föl lehet pattani, és mehet tovább a meccs. Jól látom, a cipőjét köti. Reméljük, a cipőnek nem esett semmi baj a bántódása. És jön megint a dunaharaszti csapat. Még egy negyed óra maradt hátra a mérkőzésből. Reméljük, hogy még tartogatnak számunkra gólokat a játékosok. Mert ahogy indult a meccs, nem gondoltam volna, hogy az úgy abba is fog maradni. Tehát negyed óra alatt 3 gólt tudott szerezni az Ajka. És megindulás. Molnár. Molnár beadás. Ott a helyzet. Ajjajajajaj, de nagy védés. Ez szép akció volt. Kapus pedig résen volt. És ez tetszett a szurkolóknak is, hiszen egyből rákezdenek. És megvan a labda. Aztán meg még sincs meg. És hogyha megfigyeljük, akkor most, hogy stabilizálódott a dunaharaszti csapat védelme, tehát így, hogy 3 percen belül nem kapnak 2 gólt, így visszaálltak a 2 támadós rendszerre. Talán ezért, vagy ezért volt az előző helyzet, meg ezért lehet most a következő percekben komolyabb helyzeteket kidolgozni, mert eddig 5 védővel védekeztek, de most csak 3-mal. És le is támadnak, tehát izgalmas. Szerintem a második fél időnek most jönnek a legizgalmasabb percei, legjobbak. Visszaszerzik a vendégek a labdát. És mutatják, hogy fölfele előre kéne adni. Köles gyönyörűen megküzd a labdával, meg is tartja és le is passzolja csapattársának. Zúga mindent bele. Mai nap harmadjára kiabálja föl ugyanaz a szurkoló, hogy 5. vágány, akkor most már legyen meg az ő akarata. Úha. Csak nem megbotlott egy fűszálban a vendégjátékos. Mert ugye megnézem a felvételeket és ráközelítek, ott nagy ütésrugás, semmi nem volt. És megpróbálnak egy helyzetet kialakítani a hazaiak, talán ott fekszik az 5. találat. És még nem, de még nem zárult le az akció. Ott a helyzet, nem érjük el. És kifele jár a szabadrugás. Mi volt, ha nem 11-es? És egy csere is lezajlott most ebbe a pár másodpercben. A vendégcsapatban bíró ment le, és Rebecsák lépett pályára, amit hallom és a fülemre szólnak. Na gyerünk. Bő 10 perc maradt hátra.
És ez is tetszett, ez a szurkoló, vagy igen, szurkolói kiszólás, hogy rúgjad már, mert megfáznak. Imádom. Na nézzük, védők mit kezdenek, a vendégvédők a labdával. Semmi pontosat, meg fontosat, hiszen egy ajkaihoz rúgták, adták. És az ajkai védők pedig megpróbálják följebb játszani, vagy inkább egymást rugdosni, most ezt nem számították ki túl jól. Ez hatalmas volt. Ez kölesről lepattant. A vendégjátékos. Ez eddig igen jó meccs, és egyébként még lapot se osztott ki a játékvezető, tehát külön érdekes, mert a legutolsó találkozójukon az ajkaiaknak se, az Ajka Dunaharaszti meccsen se volt, mint az eddigi legutolsó találkozójukon, tehát idén június 3-án se volt lap, csak akkor a játékvezető egy hölgy volt, és nagyon oroszlán szívű volt. Egész pontosan Somogyi Sára vezette azt a találkozót. Na de, erről ennyit, szöglet. Vajon kezd-e valamit ezzel a helyzettel a vendégcsapat? Ha igen, akkor szép, ha nem, akkor miért nem? És megint a független szurkolók tekernek a hangerőre, Riari a Hungária. Így nem lőhetnek mellé. Ajkaiak játszogatnak a labdával, birtokolják. Abszolút jól. És az előbb én is azt jósoltam, hogy érdekesebb lesz a meccs, ugyanis átálltak az előbb a vendégjátékosok a három védős játékra és a kettő támadósra, és inkább a középpályát nyomták, de ezzel pár perc után nem számoltak, mert visszaálltak öt védekezős játékra, és szabadrugás, úgyhogy Csemernek kell érkeznie. Mindenki mondja, gyere Gyula! És gyorsan elvégezték, de a játékvezető visszafújja. Úgyhogy én is remélem, hogy Csemer lövi rá. Pont a legelső mérkőzésemen, amelyet közvetítettem, Ajka Nagykanizsán, onnan lőtt rá Csemer, és bizonyította be, hogy a szabadrúgás az neki nagyon is megy, hiszen elképesztően nagy bombagól tudott lőni. De mi lesz? Nem Csemer, nem fogja ezt Csemer elvégezni, talán Nagy áll a labda mögött. Lövés! És nem jó, nem jó, nem jó. Gatyel simán fogja a labdát, mint hogyha ő is erre számított volna. Gatyel kirúgás. Na, áthaladt a másik térfélre. Ilyen szép nagy kirúgás Gatyeltől, ma még nem is láttam. És a nézők se láthatták. Közben pedig szélen próbálnak egy helyzetet kialakítani. A vendégek, beadás, pontatlan. Úgyhogy irány vissza védekezni lassan. Erről beszélek. Mekkora esés. Nagyon jók ezek a meccsek. Egyszerre futball és küzdősport is. És látom, hogy az egyik játékos ápolásra fog szorulni. Kettő ajkai játékos odament, hogy valamit tudnak-e segíteni. Mindjárt a kamerával rá is közelítünk, és talán képernyőn keresztül is jobban látom, hogy mi a baj. Csemer felsegíti. A 13-as felsegíti a másik 13-ast. Tehát Csemer Kovács Gergelyt. És mehet tovább.
Tehát a második félidőben igen csak visszavettek az iramból, még jó, hogy az elsőben rúgtunk négyet. Kis lökés. Nagy Erik lökött. Mármint, hogy kézzel. Nem egyéb félreérthetőre gondoltam. Ajkai védő, Ajkai kapus. Orvát vissza a védőhöz. És egy megindítás, és az egy nagyon jó megindítás, talán picit hosszabb kelleténél, de ezzel még lehet mit kezdeni. Indulunk be, és kivittük. Nem jó, jöhet a kirúgás. És már csak 5 perc maradt hátra ebből a mérkőzésből. Úgyhogy páran már elkezdenek összepakolászni, összecuccolni. Megint zúga harcoljatok, nem véletlen. Mert eddig ez a mérkőzés úgy érte meg, hogy az első fél időre, a második fél időben, aki nem volt itt, vagy nem látta, az nem maradt le semmiről, de aki az elsőről lekésett, az nagy futballról mondott le arra 45 percbe. 16-oson belül járunk. Majd kisodródunk. Nézzük, mit tudunk, vagy mit tud nagy kezdeni a labdával. Nagyon kis területen játszunk, nagyon jól. Rá kell vállalni, messziről. Köles. Köles hátra. Pákai. Pákai tovább. Mindenki akar még egy gólt, többek között én is. Kovács. Kovács Pavlickivel játszott, majd föl Csemerhez. És ott a helyzet! És a védés! És a gól! Ott van a második, az már bement. Na végre! Végre! 5-0. Úgyhogy...
De a játékvezető visszafújja. Úgyhogy én is remélem, hogy Csemer lövi rá. Pont a legelső mérkőzésemen, amelyet közvetítettem, Ajka Nagykanizsán, onnan lőtt rá Csemer, és bizonyította be, hogy a szabadrúgás az neki nagyon is megy, hiszen elképesztően nagy bombagól tudott lőni. De mi lesz? Nem Csemer, nem fogja ezt Csemer elvégezni, talán Nagy áll a labda mögött. Lövés! És nem jó, nem jó, nem jó. Gatyel simán fogja a labdát, mint hogyha ő is erre számított volna. Gatyel kirúgás. Na, áthaladt a másik térfélre. Ilyen szép nagy kirúgás Gatyeltől, ma még nem is láttam. És a nézők se láthatták. Közben pedig szélen próbálnak egy helyzetet kialakítani. A vendégek, beadás, pontatlan. Úgyhogy irány vissza védekezni lassan. Erről beszélek. Mekkora esés. Nagyon jók ezek a meccsek. Egyszerre futball és küzdősport is. És látom, hogy az egyik játékos ápolásra fog szorulni. Kettő ajkai játékos odament, hogy valamit tudnak-e segíteni. Mindjárt a kamerával rá is közelítünk, és talán képernyőn keresztül is jobban látom, hogy mi a baj. Csemer felsegíti. A 13-as felsegíti a másik 13-ast. Tehát Csemer Kovács Gergelyt. És mehet tovább. Tehát a második félidőben igen csak visszavettek az iramból, még jó, hogy az elsőben rúgtunk négyet. Kis lökés. Nagy Erik lökött. Mármint, hogy kézzel. Nem egyéb félreérthetőre gondoltam. Ajkai védő, ajkai kapus, Orvát vissza a védőhöz. És egy megindítás, és az egy nagyon jó megindítás, talán picit hosszabb kelleténél, de ezzel még lehet mit kezdeni. Indulunk be, és kivittük. Nem jó, jöhet a kirúgás. És már csak 5 perc maradt hátra ebből a mérkőzésből. Úgyhogy páran már elkezdenek összepakolászni, összecuccolni. Megint zúga harcoljatok, nem véletlen. Mert eddig ez a mérkőzés úgy érte meg, hogy az első fél időre, a második fél időben, aki nem volt itt, vagy nem látta, az nem maradt le semmiről, de aki az elsőről lekésett, az nagy futballról mondott le arra 45 percbe. 16-oson belül járunk, majd kisodródunk. Nézzük, mit tudunk, vagy mit tud Nagy kezdeni a labdával. Nagyon kis területen játszunk, nagyon jól. Rá kell vállalni, messziről. Köles hátra. Pákai tovább. Mindenki akar még egy gólt, többek között én is. Kovács Pavlickivel játszott, majd föl Csemerhez. És ott a helyzet! És a védés! És a gól! Ott van a második, az már bement! Na végre! Végre! 5-0! Úgyhogy